Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Sikeres a program. A megyei kendertermesztés eredményeiről tartottak sajtótájékoztatót Vésztőn. Újabb adomány érkezett. Az Artkopi stúdió 200 000 forinttal járult hozzá a koraszülött mentőautóhoz. Bemutatták az új Gyula kártyát. Az új szolgáltatással 5-10, de akár 20%-os kedvezmény is igénybe vehető. Megjelent az idei kiadvány. Egyetlen gyulai étteremként a Patrióta kis vendéglő szerepel az éttermi kalauzban. Forgalom növekedés várható. Labdarúgó mérkőzés miatt torlódásra lehet számítani november 27-én a sporttelepnél. Sikertörténetként értékelték a közfoglalkoztatási program keretében tavaly év végén elindult kendertermesztést és feldolgozást a témában tartott vésztői sajtótájékoztatón. Idén már 25 településen közel 70 hektáron termesztenek ipari kendert, melynek minden része hasznosítható. Ez a nap híre. Dolgozik a gép a vésztői kenderfeldolgozó üzemben, ahol éppen a magot választják le a növény száráról, előkészítve a további feldolgozáshoz. A kendertermesztés tavaly indult be a megyében közfoglalkoztatási program keretében, ahol mostanra már 25 önkormányzat bevonásával folyik a termesztés közel 70 hektáron, ami számtalan lehetőséget rejt magában, hiszen a növény minden része, a szár, a levél, a mag és az olaj is hasznosítható, tudtuk meg a helyszínen tartott sajtótájékoztató. A kendernek gyakorlatilag minden része eladásra kerül. A mostani felszecskázott szárból részben rostot nyer neki, részben pedig a papírgyár vásárolja fel. A cséplési ajból, ami gyakorlatilag a hulladék és a szemét volt régen is kidobták, abból most a gyógyszeripar értékes anyagokat nyer ki, tehát az is pénzét tehető. A magból pedig, mint mondtam, vagy vetőmag lesz a jövővi programok folytatására, vagy pedig olajat préselünk ki, amely részben étkezési célra, részben kozmetikai ipar számára rendkívül fontos és értékes alapanyag. Azzal, hogy lezárult az ezévi kendertermesztési közfoglalkoztatási program, azt mutatja, hogy sikeres volt a kezdeményezés, és a jövőben még több önkormányzat bevonásával nagyobb területen a feldolgozásra is nagy hangsúlyt fektetve szeretnének újabb közfoglalkoztatási programokat beindítani. Ezekben a napokban folyik a járás is tart munka programoknak a tervezése, és nagyon örülök annak, hogy jó néhány önkormányzat jelezte már azt, hogy ő szeretne jövőre is a 2017-es évben is kender termeszteni. A program hosszú távú célja a kender, mint ipari növény termesztésének és feldolgozásának bővítése és fejlesztése, ami új munkahelyeket teremt, amellett, hogy egy jövedelmező alternatív mezőgazdasági kultúra is megvonosodik, amely komoly táblatokat ígér. Így november végén eljutottunk abba a fázisba, amikor sikeresen megtörtént a betakarítás, látjuk az eredményeket, be tudok arról számolni, hogy 15 tonna jó minőségű magot tudtunk előállítani, és időközben a célok is egy kicsit módosultak, látva azt, hogy ilyen bőséges volt a termés, ezért már a feldolgozás felé is elindultunk, mégpedig a 15 tonna a magból valamennyi préselésre fog kerülni, és mondhatjuk azt, hogy az elsőleges feldolgozottsága ennek a terméknek megtörtént. A program tehát folytatódik, az egyik legfontosabb feladat, hogy a gépesítés területén előrelépés történjen, mert ez az egyik alapfeltétele annak, hogy további területeket tudjanak bevonni a kendertermesztésbe. Újabb 200 000 forintos adomány érkezett az Artkopi stúdió révén a koraszülötteket szállító mentőautó megvásárlására. A gyűjtés immár 6 millió forintnál jár. Artkopi stúdió kártya nevezem ezt a fizikus hozzájárulást a cél eléréséhez. Jelképesen is átadta a 200 000 forintos támogatást a Vihassarki Koraszülött Mentő Alapítványnak az Artkopi stúdió vezetője. A péntek délelőtti eseményen Ravasz Attila azt mondta, a gyerekek egészségénél nincs fontosabb, ezért szívesen álltak a kezdeményezés mellé. Ha belegondolunk, hogy hány olyan rendezvény van Békés megyében, amit legalább 50 ezeren látogatnak, 1000 forintos belépővel, akkor úgy gondolom, hogy most én 200 embernek kifizettem a belépőjét, és hogyha valaki csak sajátját fizeti ki, akkor is hozzájárul Abdul doktor bácsi álmához, hogy Békés megyében minden egyes gyermek szakszerű ellátásban tudjon részesülni, mikor baj van. A koraszülöttek megfelelő ellátását biztosító mentőautó 25 millió forintba kerül. A jármű eszközökkel való felszerelése még ekkora összeget tesz ki.
A gyűjtés a múlt héten még 4,5, e hét csütörtökén pedig valamivel 6 millió forint alatt járt. Ezzel az adománnyal viszont át is lépték a 6 milliós határt. Ez nagyon nagy segítség nekünk, 200 ezer forint támogatás. Az Artkopi stúdió már régóta támogat bennünket, nem csak pénzben, hanem tényleg a szórólapok nyomtatásában, a szerkesztésben mindig rendelkezésünkre állt. Azonnal hozták a megfelelő szórólapokat, vitték a megfelelő helyre, úgyhogy hálásan köszönjük. Egyrészt pénzbeli támogatás, illetve a hozzáállás, mindenki segített, aki itt dolgozik, munkatársak, mindenki segített. Segített nekünk szerkesztésbe, nyomdázati munkákba, úgyhogy köszönjük szépen. A szervezet csütörtökön felhívást tett közzé, melyben azt írták, az utóbbi időkben több jelzést kaptak arról, hogy az alapítvány tagjai számára ismeretlen személyek gyűjtenek pénzt. Hangsúlyozták, ha valaki a koraszülött mentő megvásárlására gyűjt támogatásokat, vagy szervez bármilyen eseményt, annak rendelkeznie kell az alapítvány támogató és felhatalmazó nyilatkozatával. Csütörtökön Máriafalván mutatták az új Gyula kártyát. A kis plastiklap felmutatásával több szolgáltatónál 5-10, adott esetben 20%-os kedvezményt lehet kapni. Pénteken a Máriafalvi Idősek Klubjában mutatták be az új gyulai kedvezménykártyát, mely több helyre szóló vásárlási kedvezményre jogosítja felhasználóját. Már most elég sok gyulai szolgáltatónál olcsóbban lehet vásárolni, de ez a kör várhatóan jelentősen bővül majd, legalábbis ezen dolgozik a kibocsátó civil szervezet, a Békés megyei Szklerózis Multiplexes Emberek Közhasznú Egyesülete. Jelen pillanatban 68 szolgáltató vesz részt ebben a folyamatban. Ez a szám egyre növekvő, hiszen több érdeklődő is van szolgáltatói szinten, hogy szeretne ehhez az alulról jövő kezdeményezéshez csatlakozni. És mi ezt hosszú távra tervezzük, tehát nagyon sok olyan tárgyalás is van már, ami ez a bővítéshez vezet. A gyulakárt tehát első körben a nappali szociális ellátórendszeren keresztül szeretnék elérhetővé tenni, ezért is mutatták be első alkalommal időseknek, illetve a velük foglalkozó szakembereknek. Ennek a kártyarendszernek az a lényege, hogy nyitott mindkét irányban, tehát egyrészt bárki megigényelheti Mariannékon keresztül, másrészt pedig kereskedelmi, illetve szolgáltatói oldalról bárki csatlakozhat ehhez a rendszerhez. Feltétele az szolgáltatói kereskedelmi oldalról, hogy különböző százalékos kedvezményeket nyújtsanak a kártya használatért cserébe. A Gyula kártyát bárki igényelheti, még csak helyi lakosnak sem kell lenni hozzá. A legfontosabb cél egyik oldalról az, hogy a plastiklappal bírók olcsóbban vásárolhassanak, a szolgáltatók pedig a kedvezmények révén nagyobb forgalomhoz jussanak. Megjelent az a 2017-es éttermi kalauz, amelyben a tavalyi pontszámát megőrizve egyetlen gyulai étteremként szerepel a Patrióta kisvendéglő. A szempontok között első helyen áll a minőségi turizmushoz kapcsolódó színvonalas vendéglátás népszerűsítése. Ez az egyik előételünk, ami benne volt a könyvben, amiben is tesztelték ezt az ételt, ez gulyáskocsonya néven van. Ez a gulyás kocsonya is szerepelt abban az idei éttermi kalauzban, amelyben tavalyi pontszámát megőrizve egyetlen gyulai étteremként szerepel a Patrióta kisvendéglő. Nem ez az első elismerése az étteremnek, hiszen 2015-ben ugyanebben a kalauzban az év feltörekvő étterem díját kapta meg. Azóta pedig minden évben szerepelnek a kiadványban. A városvezetés céljából tűzte ki azt, hogy minél magasabb színvonalon szolgáltatások legyenek a városban. Látjuk a fürdőt, hogy fejlesztették, akvapalotta, látjuk az almási kastély megnyitását, ami egyedi egyébként, és nagyon-nagyon szép kiállítás. A Várszínháznak évről évre olyan színvonalas műsorai vannak, amit tényleg egyedülálló. Magyarországon is a színháznak egyébként évek óta az étterme vagyunk, és nyáron azért a Shakespeare fesztiválkor is a Shakespeare ételeket készítünk a városnak. Ezért kell egyébként egy olyan fajta szolgáltatás a vendéglátás szegmensében is, amire már egyre több próbálkozás van azért a városban is. Tehát látjuk azt, hogy azért sokat fejlődik elég sok mindenki,
És mi próbáljuk ezt húzni akkor, hogyha úgy tetszik, tehát megpróbálunk egyediséget belevinni a konyhákba és a tányérokban. Az étterem 2008. októberre óta fogadja az ínyenceket, és igyekeznek minél magasabb színvonalon kiszolgálni mindenkit, hogy a vendég vendégnek érezhesse magát az első perctől a távozásig. Alapvetően egyébként szezononként változtatjuk egyébként az ajánlatételeinket, tehát a szezonális változások mindig vannak, hiszen a tesztelők is már 3 éve járnak vissza, és még mindig tudunk nekik újakat mutatni. De persze, ez egyébként rengeteg háttérmunkával jár, rengeteg kutatómunkával jár, de alapvetően van egy nagyon jó fejlődési részünk. A séf, aki egyben a férjem is, ő egyébként egy nagyon kreatív ember, és ezzel abszolút fel tudja venni a versenyt. Az étterem egyik különlegessége például a brassói apró pecsenye, amit alternatív módon készítenek el. A turisztikai Kft-val napi szintű kapcsolatuk van, rendszeresen értékelik az étterem turisztikai szempontú fejlődését, illetve a Gyulára látogató vendégkört. Várhatóan megnövekszik a forgalom november 27-én kora délután Gyulán, a városi sporttelep környékén, írt a közleményében a megyei főkapitányság. 12 óra körül a Gyulai Termál FC FTC 2 labdarúgó mérkőzés miatt várhatóan megnövekszik a forgalom az Rinyi téren és a térhez csatlakozó utcákban. A rendőrség arra számít, torlódás, forgalomkorlátozás alakulhat ki. A Gyulai rendőrkapitányság kéri a járművezetőket, hogy a balesetek megelőzése érdekében türelmesen vezessenek, figyeljék a forgalmat segítő rendőrök jelzéseit. Az önkormányzat tulajdonában lévő Szent István utca ingatlan használatának átadásáról döntött a városi képviselőtestület. A Gál Ferenc főiskola számára a zavartalan egészségügyi képzés biztosításához rövid hírek következnek. Turkó Károly képviselő az Implomiskola körül kialakult parkolási nehézségekkel és bővítési lehetőségeivel kapcsolatos interpellációjával kezdődött a városi képviselőtestület csütörtöki soros ülése. A képviselő azt a választ kapta, hogy jövőre elindulhat a párhuzamos parkolóknak a tervezése az Ady Endre és a Bacsó Béla utcai szakaszokon, ám ezek kiépítése előtt itt a zárt csapadékvíz elvezetését is meg kell oldani. Balogh Lajos képviselő a Szent Háromság temetővel kapcsolatban interpellált, kérve a várost, hogy táblákkal segítsék a temető megközelítését, illetve a temetőben kialakult problémákra is találjanak megoldást. A válaszban elhangzott, 2017-ben terve van véve a csőzház, illetve az utak és járdák felújítása, ezen kívül egy vizes blokk és egy urnatemetőt is szeretnének itt megvalósítani. A lopásokat pedig nagyon nehéz megakadályozni, mert nem lehet minden sír mellé egy rendőrt állítani. Balogh Lajos másik felvetésére, hogy szeretnének egy szobrot állítani az egykori gyulai salakmotoros Gyepes Barnabásnak, nem talált támogatásra, de egy emléktábla felállítását el tudná képzelni a város vezetése. Elfogadta a testület a Mi Egymásért Közhasznú Egyesület ezévi beszámolóját, mint ahogy a város 2017-es költségvetési koncepcióját és az első negyedévre vonatkozó helyi adózásról szóló beszámolót is. Támogatta a testület a Gál Ferenc főiskola kérelmét, hogy térítésmentesen használatba adja azt a Szent István utcai ingatlant, melyben jelenleg az egészségügyi főiskolai képzés folyik. Ezzel azt segítenék elő, hogy február 1-től már a Gál Ferenc főiskola fenntartásában folyna a képzés a fürdővárosban. Megállapodás született a gyulai tankerületi központtal a feladatellátásokról, illetve egy szerződéskötésről is döntöttek Sós Istvánnal, aki a néhai Petrócki István körzetében látja el a házi orvosi teendőket. Regősné Szabó Irma december 1-ével közös megegyezéssel távozik az egészségügyi alapellátási intézmény vezetői posztjáról, ezért Rozek Anikót, az intézmény egyik munkatársát bízták meg a vezetői feladatok ellátásával, amíg az álláshelyre kiírt pályázat elbírálásra kerül. Pályázatot nyújt be a város a külterületi utak állapot javításához és karbantartásához szükséges gépek beszerzésére, és több mint 40 millió forintra pályáznak az 5-ös számú általános iskola tornatermének felújítására. Arról is döntött a grémium, hogy komplexen megvizsgálják, hogy a város főbb csomópontjaiban milyen lehetőségek lennének a forgalom gyorsítására, ez elsősorban körforgalom vagy lámpás kereszteződés megvalósításával lenne lehetséges. Támogatásáról biztosította a testület a UPC Magyarország Kft-t, hogy egy szélessávú hírközlési hálózatot építsenek ki a város területén, amelyel egy újabb szolgáltató jelenne meg az internet és a kábel TV biztosítására. 5 millió forintból újítanák fel az Epreskert utcai Ferences romkertet és elindítanának egy
új egyszeri gyermekszületési támogatást is, melynek alapfeltétele lenne, hogy legalább az egyik szülő állandó gyulai lakhelyen rendelkezzen, és a védőnői szolgálattól egy igazolást kell beszerezni, hogy a család együttműködik a szolgálattal. Szintén pályázatot nyújt be a testület a Kulturális Intézmények a köznevelés eredményességéért című projektre, melyel több színvonalas kulturális programot szeretnének megvalósítani, és döntött a grémium a hulladék gazdálkodási önkormányzati közfeladatok átadásáról is. Három országgyűlési képviselő, a két legnagyobb megyei település polgármestere és a kormány megbízott tartott sajtótájékoztatót szerda délután a kormányhivatal Békés Csabai épületében. Ahogy Gajda Róbert kormány megbízott fogalmazott, egyfajta demonstrációval ért fel az ő együttes megjelenésük. A téma az M44-es út fejlesztése volt, ez ügyben a múlt héten látott napvilágot, hogy sikerült kiválasztani a kivitelezőket, így vagy ez év végén, vagy 2017 elején megkezdődhet a munka Kondoros és Tiszakürt között. Vantara Gyula országgyűlési képviselő Békés megye fejlesztési biztosa kiemelte. Az út megépítése egy olyan esély, mely megadja a fejlődés lehetőségét. Az már tőlünk függ, hogy képesek vagyunk-e olyan iparágakat ide telepíteni, melyek munkahelyeket teremtenek. Dankó Béla országgyűlési képviselő emlékeztetett, néhány éve a kormány válságos helyzetben kezdett el dolgozni, ma pedig 146 milliárdos hazai forrást különítenek el a Kondoros-Tiszakürt szakaszra. Kovács József országgyűlési képviselő a megye legfontosabb fejlesztéseként beszélt a beruházásról, Szarvas Péter Békés Csabai polgármester pedig a megye elérhetőségének javítása kapcsán kiemelte a vasúti fejlesztés jelentőségét és a repülőtér küszöbön álló bővítését. Görgényi Ernő gyulai polgármester arról beszélt, a fürdőváros számára mind a gazdaság, turizmus, mind a tervezett iparfejlesztések szempontjából nagy jelentősége van az M44-esnek. A Kondoros és Tiszakürt közötti új nyomvonalon kétszer kétsávos lesz az út. Négy külön szintű csomópontot, 44 alul- és felüljárót, Szarvasnál komplex, Cserkeszőlőnél és Kondorosnál kisebb pihenőhelyet alakítanak ki. Csabacsűdnél külön üzemmérnökséget építenek, ahol 20-25 ember dolgozik majd. A 61,4 kilométeres Kondoros és Tiszakürt közötti szakasz mellett 2017-ben befejeződhet a 17,6 kilométeres Békés Csaba és Kondoros közötti szakasz kivitelezőjének a kiválasztása is. A munkálatok itt akár már a következő év harmadik negyedévében megkezdődhetnek. Ha minden a tervek szerint alakul, a kivitelezés mindkét esetben 2019 őszén fejeződhet be. A Tiszakürtől Nagykőrösig terjedő szakasznál várhatóan 2018-ban kezdődnek meg az előkészítő munkálatok, itt a befejezés céldátuma 2022. Görgényi Ernő gyulai polgármester javaslatára ellenszavazat nélkül egyhangúan választották meg a DARE elnökének Molnár Sándort Vésztő polgármesterét. Derült ki a társulás legutóbbi szerdai ülésén történtekről kiadott közleményből. Molnár Sándor a társulási tanácsülésén bejelentette, hogy megkapták az úgynevezett megfelelőségi véleményt, ami azt jelenti, hogy rövid időn belül felállhat és elindulhat a térségi hulladékgazdálkodási rendszer. Szilágyiné Tóth Erzsébet idősügyi szakértő az évgyűrűkben beszélt arról, hogy ilyenkor még fokozottabban figyeljünk az idősekre, hiszen az ünnepekhez közeledve ez a korosztály szellemi és fizikai képessége miatt még inkább ki van téve annak, hogy valamilyen bűncselekmény áldozatává váljon. Már megyénkben is megjelentek a telefonálós csalók, akik az idősek jóhiszeműségét kihasználva csalnak ki pénzt tőlük, a szakemberek nyomatékkal hívják fel a figyelmet, hogy senkinek ne adjanak ilyen telefonálás alapján pénzt. A műsorban szó esett még az idősek szubjektív biztonságérzetéről, a megelőzésről és a felvilágosító programok fontosságáról is. 10 év szabadságvesztése és 10 év közögyektől eltiltása ítélte a gyulai törvényszék a buszpályaudvari gyilkost. Az ítélet nem jogerős. A bíróság a vádiratban foglalt minősítéstől eltérően bűnösnek mondta ki a közepes fogban korlátozott beszámítási képességekkel rendelkező vádlottat rablás büntetében, aljas indokból különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés büntetében, valamint kegyeletsértés vétségében. Megállapította, hogy a vádlott a büntetés legalább 2/3
harmad részének kitöltését követően bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság a szabadságvesztés időtartamába beszámította a vádlott által előzetes fogvatartásban töltött időt. A bíróság kötelezte a vádlottat 2,5 millió forint bűnügyi költség megfizetésére. Mint ismert, a vádlott idén februárban több készszúrással végzett áldozatával a gyulai buszpályaudvaron. A témában további részletek weboldalunkon olvasható. Novemberben ünnepeljük a Szociális Munkavilágnapját. Ma arról kérdeztük az embereket, mit gondolnak az ágazatban dolgozók megbecsüléséről. A szociális területen dolgozók munkája igazi hivatásnak tekinthető. Ön mit gondol a megbecsülésükről? Jobban meg kéne becsülni őket, mert az az igazság, hogy amit ők megcsinálnak, nem mindenki csinálja meg. Nem mindenki. Szóval elég, meg azért ahhoz úgy kell hozzáállni is, hogy tényleg, nem tudom, nem mindenki csinálja azt, amit ők ott megcsinálnak a beteg emberekkel. Nem nagyon dicsekednek a pénzzel, úgyhogy hát rájuk is ráférne a béremelés 10-15%, sőt 20 is. Megbecsülésükben nem vagyok biztos, hogy azt teljes mértékben megkapják, amit megérdemelnek, a munkájuk nagyon-nagyon fontos és értékelendő. Új iskola épül Geszten, színes a madárvilág a halastavak környékén. Lapszemle következik. Támogatás a gyermekeknek. Tavaly szeptember óta több gyerek étkezhet ingyen, és a diétás étkezést is támogatja az önkormányzat, írta az Orosz Café. Az önkormányzati óvodákban a gyermekek közel 90%-a, a bölcsödében 50 gyermek étkezik ingyen. Az általános iskolákban 216 diák étkezik ingyen, 50%-os kedvezményben 162 tanuló részesül orvosházán. Új iskola épül Geszten. Letették a közel 800 millió forintos kormányzati forrásból épülő Arany János általános iskola alapkövét Geszten, írta a Behír. A 83 geszti kisdiáknak épül fel jövőre az új általános iskola. Jelenleg a geszti Tiszakastélyban működik az intézmény, melyet a kormány kiváltott az önkormányzattól, és emlékhelyként működtetnek majd. Színes madárvilág a biharúrai halastavakon. Ahogy közeledünk a téli időszakhoz, vízimadarak egyre nagyobb tömegei keresik fel a halastavakat, írta a Körösmaros Nemzeti Park weboldala. A korábbi évekhez hasonlóan most is a vadlúd csapatok a legnépesebbek. Ezen belül a nagy lilikek száma meghaladja a 16 ezeret, és mintegy 2000 nyári lúd is tartózkodik a térségben. Márton Áron emlékkiállítás Győrben. Ünnepélyes keretek között nyitották meg a Márton Áron erdélyi püspök életét bemutató emlékkiállítást a győri Szent László látogatóközpontban, írta a Magyar Kurír. Az erdélyi püspök születésének 120. évfordulója alkalmából nyílt kiállítás december 31-ig tekinthető meg. Szombaton tartósan ködös és borongós időszakok váltakoznak. Vasárnap egyre több helyen süt ki a nap. Szombaton tartósan ködös, illetve borongós tájak váltakoznak. Legfeljebb átmeneti, derengő napsütés fordulhat elő. Számottevő csapadék nem hullik, de köccitálás előfordulhat. A hőmérséklet az éjszakai 4 foktól kora délutánra 11 fokig emelkedik. Vasárnap még borongós, párás, ködös idővel indul a nap, de délután élénkülni kezd az északnyugati szél. Egyre nagyobb területen szűnik meg a köd, és süt ki a nap. Kisebb eső, zápor csak elvítve fordulhat elő. A hőmérséklet 4 és 9 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Sikeres a program. A megyei kendertermesztés eredményeiről tartottak sajtótájékoztatót Vésztőn. Újabb adomány érkezett. Az Artkopi stúdió 200 ezer forinttal járult hozzá a koraszülött mentőautóhoz. Bemutatták az új Gyula kártyát. Az új szolgáltatással 5-10, de akár 20%-os kedvezmény is igénybe vehető. Megjelent az idei kiadvány. Egyetlen gyulai étteremként a Patrióta kis vendéglő szerepel az éttermi kalauzban. Forgalom növekedés várható. Labdarúgó mérkőzés miatt torlódásra lehet számítani november 27-én a sporttelepnél. A híradót látták most, kulturális magazinunk, az Értékőrző következik. További jó televíziózást kívánunk, köszönjük figyelmüket!